knien wir uns nieder und du bittest. Ja. Igen, tisztelt gyülekezet, Isten nevének dicsőítésére megkezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljük a 41-es számú éneket. Jesus.
wieder. Szerető jó atyánk, oly hálások vagyunk te néked, hogy itt lehetünk újra a te házadban. Oly hálások vagyunk, hogy találkozhatunk egymással, de legfőképpen, hogy találkozhatunk itt te veled. Jó atyánk, most arra kérünk, hogy adj nekünk örömteli, nyitott szívet, hogy azt az üzenetet, amelyet szolgád által küldeni fogsz, azt megérthessük, átélhessük, és az egy jó befolyással legyen a mi életünkre. Éppen ezért megkérünk szépen, hogy áld meg Vipkét, szegítsd meg őt a szolgálatban, és adjad, hogy úgy tolmácsolja a te ígédet, hogy az valóban áldása váljék a mi számunkra. Kérünk szépen, hogy áld meg az ifjakat, áld meg a versmondókat, az énekeseket, és add, hogy ez az egész délután egy áldott alkalom legyen, amely a te nagy neveddet dicsőíti és mások áldására szolgál. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, mert mindezt Jézus érdeméért kértük. Amen. Istennek adott hegedű, Lukácsi Vilma verse. A fényes égen fecske villan, övé a lég, a végtelen. A repülés azt jelenti, köszönöm a tért, Istenem. A nap sütötte kavicsok közt, parányi gyík, már nem is látod. Fürge mozgása azt jelenti, Isten gondol rám, megcsodálod? És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, tám megfeledkezik te rólad, s holnapra nem jut jó falat. Vagy azt hiszed, hogy a fecske rebdeső száncsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad? Még nem is kérted, már kiméri. És többet ad, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett. Nem érzed mégsem, hogy az az Isten téged milyen nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad, mindeddig megsegített az Úr. Ne szólj hát, hálaadás helyett add Istennek a hangszered. Ha az ő újja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten lelke a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm jó atyám a reggelt, köszönöm, hogy dolgozhatok, köszönöm a jó egészséget, te tőled csak jót kaphatok. Ha betegség is, légy áldott érte, mert tőled jó a gyógyulás. A gondjaim a kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek. Te nálad vagyok mindig otthon, nem vagyok árva, bús gyerek. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, s köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm a fényt az égen, s köszönöm a ködös homályt. És köszönöm az őszi erdőt, és köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm őt, a legdrágábbat, a váltságdíj megfizetőt, és azt, hogy az én megváltóm él, sporon felett meglátom őt. Amen.
Páskujné Kovács Erzsébet, a szeretet legyek. Uram, a végtelenség nagy királya vagy, eget földet tartó hatalom. Úgy szeretném, úgy könyörgök hozzád, kérlek, ha szabad mondani, akarom. Akarom, hogy végre tisztítsd meg a szívem. Adj kezembe új, fehér lapot. Hadd írhassak rája abból a sok szépből, amit lelkem tőled kapott. A békesség, a hűség, a szelídség áldást hozó útjára lépjek. S vigyem magammal mindenhová az írást, s rajta a tőled kapott pecsétet. A szeretet. A szeretet legyek, Uram, nagy betűvel írva, hogy lássák, mert én is érzem, ó, nagyon érzem a szeretet fájó hiányát. Nekem mindig, mindig szűken mérték. Én sem adtam másoknak sokat, mert sután sikerült minden akarásom, de te látod égő vágyamat. Kívánom, hogy bennem új élet fakadjon. Szépüljön meg minden, s új legyen. Nehogy zengő érchez, vagy pengő cimbalomhoz legyen hasonló életem. Tudom, Uram, tudom, hogy akarod, s ezt tesz pontot minden egyébre. Ki mennyire és hogyan tud szeretni, minden törvénynek a törvénye. Ne legyen kezdés, csak folytatás bennem, s minden, ami másnak látszik, az sem más. Kimeríthetetlen, megmozdíthatatlan, benned gyökerező akarás. A szeretet legyek, Uram. Alázatos, szelíd szeretet, amiből békesség és öröm fakadjon, és áldatik által a szent neved. Amen.
Még egyszer üdvözöllek benneteket, és mielőtt az ige hirdetést elkezdenénk, beszeretném mutatni röviden Vipkét, ő a Klemens Kelemen felesége, és édesanyja 3 gyereknek. Ezelőtt egy pár évvel orvostanhallgató volt, utána egy 6 év után a gyerekekre bízta, tehát a gyerekek nevelésére szánta az életét, és az idén, szeptemberben Vipke is fogja kezdeni a Bogenhofeni főiskolán a teológiai szakon, hogy lelkésznő legyen. A családjával együtt szeptemberben Bogenhofenben, Ausztriába fognak költözni Németországból, és a következő éveket ott fogják tölteni, egészen amíg visszajönnek a konferenciánkhoz, hogy mint lelkésznő kezdjen el a konferenciánkba dolgozni. És Vipkének ez az életében a második prédikációja. Az elsőt sikerült meghallgatnom ott Németországban, és a másodikat sikerül lefordítanom itt Kolozsváron. Számára és számomra is ez egy különleges alkalom. Ich werde es dir danach erzählen, was ich gesagt habe. Ich freue mich, bei euch hier sein zu dürfen. Örvendek, hogy itt vagyok közöttetek. Um mit dem Wort Gottes euch zu dienen zu dürfen. Hogy Isten igéjével szolgáljak számotokra. Vorstellen brauche ich mich nicht, das hat Zsolt gerade getan. Már nem kell bemutatkozzak, Zsolt már megtette azt. Ich habe nichts verstanden, aber ich hoffe, er hat nur Gutes gesagt. Nem értettem semmit, de remélem, hogy csak jót mondott róla. Meine Predigt ist mit dem Titel überschrieben: Willst du ein Zwerg oder ein Riese sein? A prédikációmnak a címe a következő: egy törpe vagy egy óriás szeretnél lenni. Und als erstes möchte ich euch von einem 7-jährigen Mädchen erzählen. Először egy 7 éves kislányról szeretnék nektek mesélni. Sie ist in der ersten Klasse. Az első osztályban van. Und wacht eines Morgens auf. És egy reggel felébred. Es ist ein Schultag, ein schöner Sommertag. Egy szép nyári nap, egy iskolai nap. Und sie geht zum Spiegel, um ihr Spiegelbild anzulächeln. És elmegy, hogy nézzen meg saját magát a tükörben. Und auf einmal ruft sie ganz laut: Es geht nicht. És egyszer csak hangosan elkezd kiáltani: Ez így nem megy tovább. Immer wieder sagt sie: Es geht nicht. Ez nem megy, nem sikerül. Und die Mutter, die in einem anderen Raum sitzt, fragt: Was geht denn nicht? És az édesanyja, aki egy másik szobában van, kérni: Mi nem sikerül, mi nem megy? Da rennt die Tochter zur Mutter und lächelt sie an. És a kislány az édesanyjához szalad és mosolyog neki. Jetzt sieht sie, was nicht geht. És az édesanyja most látja, hogy mi nem megy. Beim Lächeln geht der eine Mundwinkel nicht mit nach oben. Miközben a kislány mosolyog, az arcának az egyik fele nem, az egyik fele nem mosolyog, nem tud mosolyogni az egyik felével. Die Mama erkennt sofort den Ernst der Lage und packt das Mädchen ein, um zum Kinderarzt zu fahren. Az édesanyja azonnal felismeri a nehéz helyzetet, és a kislánnyal azonnal a gyermekorvoshoz megy. Auf der Fahrt zum Kinderarzt fängt an, das ganze Gesicht anzuhängen. És az úton az orvos felé az egész arc lebénul. Der Arzt erkennt die Lage und überweist sie ins Krankenhaus. Az orvos felismeri a helyzetet és azonnal beutalja a kislányt a kórházba. Dort muss das Mädchen viele verschiedene und teilweise auch schmerzhafte Untersuchungen über sich ergehen lassen. És a kislány ott nagyon sok és nagyon fájdalmas vizsgálatokon kell keresztül menjen. Die Ärzte wissen zuerst nicht, woran es liegt. Az orvosok először nem tudják, hogy miről van szó. Und so muss sie einige Tage im Krankenhaus bleiben. És egy pár napot ott kell maradjon a kórházban. Die Mutter bleibt die ganze Zeit bei ihr. Az édesanyja egész végig a gyermekével marad. Sie macht ihr Mut und tröstet sie. Megpróbálja vigasztalni, megpróbál neki erőt adni. Für das Mädchen ist es eine sehr schwere Zeit, aber auch für die Mutter. A kislánynak ez egy nagyon nehéz időszak, de az édesanyjának is. Denn jedes Mal, wenn das Mädchen auf die Toilette geht und sich im Spiegelbild sieht. Mert minden egyes alkalommal, amikor a kislány a WC-re megy, a fürdőbe megy, az édesanyja következő érzésekkel kell küszködjön. Wendet sie ihren Blick nach unten oder weg, weil sie sich hässlich findet, sagt sie. Mert a kislány mindig azt mondja, hogy ő csúnyának érzi magát. Und auch die Videoanrufe mit der Familie möchte sie nicht mehr entgegennehmen. És a kislány nem akar a családjával telefonálni sem, videón keresztül.
Keiner soll sie sehen. Senki ne lássa őt. Sie findet sich hässlich. Ő azt mondja, én csúnya vagyok. Es ist eine sehr harte Zeit für die ganze Familie. Egy nagyon nehéz helyzet az egész család részére. Am Ende der Zeit im Krankenhaus sagen die Ärzte, dass bei all den Untersuchungen nichts rausgekommen ist. A kórházban az orvosok azt mondják, nem tudják, hogy mi a helyzet. Nem tudnak rájönni, hogy miért van ez a bénulás. Und so werden das Mädchen und die Mutter entlassen. És így a kislányt és az édesanyját hazaengedik. Mit der Aussage, dass diese Lähmung einige Wochen oder Monate, vielleicht auch das ganze Leben lang halten kann. Azzal a kijelentéssel, hogy ez a féloldali bénulás heteket, hónapokat vagy egy egész életen keresztül tarthat. Solch eine Lähmung kann bei Kindern hin und wieder einfach mal so auftauchen. Egy ilyen bénulás, azt mondják az orvosok, gyerekeknél előjöhet, csak úgy magától. Traurig und dennoch aber voller Zuversicht in Gottes Stärke fahren sie nach Hause. Szomorúan, de Istenbe hiszve hazamennek. Wenn wir solch eine Geschichte hören, fragen wir uns warum. Mikor egy ilyen történetet hallunk, akkor feltesszük a kérdést, hogy miért. Warum muss das so einem kleinen Mädchen passieren? Miért kell egy kislánynak ilyesmi történjen? Ist das nicht unfair? Nem. Igazságtalan. Wäre hier jetzt nicht ein Wunder gut? Nem lenne jó, ha itt egy csoda történne? In der Bibel lesen wir von so vielen, hunderten von Wundern. A Bibliában olyan sok csodáról olvasunk, több száz csodáról. Und so wollen wir uns eines dieser Wunder jetzt anschauen, in Markus 2, Vers 1 bis 12. És Markus 2-ben, Markus, Mark második fejezetében meg akarunk egy ilyen történetet nézni, Mark evangéliumából. Olvasom a második fejezetből az 1-től 12 terjedő verseket. Napok múlva pedig ismét bemének Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyűlökezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeti nékik az igét. És jövének hozzá egy guttaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyoszóját, amelyben a guttaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a guttaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevi az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondjátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom, mi a gütötöttnek megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a guttaütöttnek, mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszójádat és eredj haza. Az pedig azonnal fölkele és felvevé nyoszójáját, kiméne mindenkinek láttára, úgy, hogy mindenki elálmélkodik, és dicsőíti az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Es ist eine Lähmung, die also Jesus hier heilen konnte. Ebben a történetben egy bénulást tudott Jézus meggyógyítani. Und in der Geschichte, auch in Markus 5, können wir sehen, dass Jesus noch andere Menschen heilte. És Márk 5. részében azt is tudjuk olvasni, hogy Jézus más betegeket is meggyógyított. Da ist eine blutflüssige Frau. Ott van egy vérfolyásos asszony. Sie leidet seit ganzen 12 Jahren an ihrer Krankheit. 12 éve szenved a betegségében. In der Bibel steht, dass sie zu allen möglichen Ärzten gegangen ist. És a Bibliában azt olvasok, hogy minden elképzelhető orvoshoz elment. Und sogar darunter gelitten hat. És szenvedett is ezáltal, emiatt. Und all ihr Geld und Vermögen ausgegeben hat, nur mit der Hoffnung geheilt zu werden. És minden pénzét, minden vagyonát kiadta csak azért, hogy meg legyen gyógyítva. Nun hört sie, dass Jesus in der Nähe ist. És most azt hallja, hogy Jézus ott van. Er ist umringt von einer Menschentraube. De Jézus körött nagyon sok ember van. Und so drängelt sie sich durch die Menge. És megpróbál oda furakodni hozzá. In der Hoffnung, nur den Saum seines Gewandes berühren zu können. Csak abban a reményben, hogy meg tudja érinteni ruhájának szegletét. Denn sie hat eine große Hoffnung und einen großen Glauben. Mert nagy hite van, mert nagy bizalma van.
Sie berührt dieses Gewand. És megérinti Jézus ruháját. Und genau in dem Moment merkt sie, dass eine heilende Kraft sie durchströmt. És abban a pillanatban átérzi, hogy egy gyógyító energia megy át rajta. Sie ist geheilt. Meg van gyógyítva. Jesus merkt, dass diese heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. És Jézus is érzi, hogy egy ilyen gyógyító energiasugár megy ki belőle. Und so bleibt er stehen und fragt seine Jünger, wer hat mich berührt? És megáll és kérdi a tanítványait, hogy ki érintett meg engem? Die Jünger schmunzeln und sagen, mein Meister. És a tanítványok elkezdenek úgy kacagni, hogy te mester. Hier sind so viele Menschen. Itt olyan sok ember van, és hát olyan sokan megérintenek téged. Und da kommt die Frau zitternd und fällt vor Jesu Füßen nieder. És akkor reszketve odajön ez a nő hozzá, és térdre borul Jézus elé. Sie erzählt ihm, was geschehen war. És elmeséli Jézusnak, hogy mi történt. Jesus schaut sie liebevoll an. És Jézus szeretetteljesen ránéz. Und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. És azt mondja, hogy a te hited megmentett téged. Und ich frage mich, ist der Gott der Wunder von damals auch noch der Gott der Wunder von heute? És felteszem a kérdést, hogy az csodák Istene, az akkori csodák Istene, a mai csodák Istene is. Hilft dir auch heute noch? Segít ez az Isten még ma is? In Jeremia 32, Vers 17. Jeremiás 32:17-ben azt olvassuk. Steht, ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Ach, ach, Uram Isten, íme a te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal, és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. Ellen White schreibt, die Gott zu Gebote stehende Macht ist unbeschränkt. Ellen White azt írja, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Wenn Gottes Macht unbeschränkt ist, warum nutze ich sie so selten? És hogyha Isten hatalma végtelen, akkor miért nem használjuk ezt többször? Bin ich es vielleicht, der Gott manchmal einschränkt? Én vagyok néha az, aki az Istent, aki az Istent korlátozom. Oder traue ich ihm alles zu? Vagy én vagyok az, aki mindent rábíz Istenre. In meinem Leben war es schon oft so, dass wenn ich bete, az én életemben többször volt már úgy, hogyha imádkoztam, da habe ich versucht, demütig und bescheiden zu beten. Akkor megpróbáltam alázatosan imádkozni. So gehört es sich doch als Christ. Mert mint keresztények úgy kell imádkozni, ugye? Doch bedeutet demütig sein, dass wir wenig von einem großen Gott erwarten? De az alázatosság azt jelenti, hogy keveset várunk el egy végtelen Istentől? Oder nicht eher, dass wir von einem großen Gott unsere Schwachheit erkennen und Großes erwarten? Vagy inkább azt, hogy elismerjük a végtelen Isten előtt a gyengeségünket, de a végtelent várjuk tőle. Beten wir große Gebete, weil wir von einem großen Gott Großes erwarten? Imádkozunk nagy, merész imákat, mert egy végtelen Istennel vagyunk összeköttetésben? Jeder von uns hat sicher schon Situationen erlebt, wo wir eine große Hoffnung hatten, die aber enttäuscht wurde. Lehet, hogy többen átéltünk olyan helyzeteket, hogy egy nagy, hogy reményünk volt, és végül csalatkoztunk. Was mache ich dann? És mit teszünk akkor? Zweifel ich an Gottes Plan? Megkérdőjelezem Istennek a tervét? Hat Gott falsch gehandelt? Isten tévesen cselekedett? Oder habe ich vielleicht falsch gebetet? Vagy tévesen imádkoztam? Vertraue ich Gott oder habe ich vielleicht bessere Pläne für mein Leben? Bízok Istenbe, vagy nekem vannak jobb terveim, mint neki? Das Einzige, was Gott, glaube ich, von uns erwartet, ist, dass wir einen Gott der Möglichkeiten glauben. Azt gondolom, hogy az egyedüli dolgot, amit Isten elvált tőlünk, hogy egy olyan Istenben higgyünk, a lehetőségek Istenében. Dass wir bereit sind, ihm zu folgen. Hogy készek legyünk őt követni. Was könnte mich daran hindern? Mit tudna engem meggátolni ebben? Was ich so beobachte ist, dass es oft Zweifel ist. Amit én többször látok, az az, hogy kétely van bennünk. Die Frage, die wir oft haben, kann er wirklich helfen? Az a kérdés, hogy valójában tud-e nekünk segíteni? Oder ist es vielleicht unsere Angst? Vagy sokszor félelem van bennünk? Die Angst vor dem Ausgang, dass es nicht so ausgeht, wie ich es mir erhoffe. A félelem, hogy esetleg nem úgy történik, ahogy én szeretném.
Oder ist es unser Stolz? Vagy a büszkeségünk? Kell van problémánk? Wollen wir vielleicht ungern Hilfe annehmen, weil wir es selber doch am besten lösen können? Esetleg nehezen fogadunk el segítséget, mivel mi szeretnénk egyedül a dolgainkat elvégezni? Oder haben wir vielleicht auch ein Glaube wie ein Zwerg? Vagy olyan hitünk van, mint egy törpének? Vielleicht ist es falsche Bescheidenheit oder mangelnder Glaube. Megtörténhet, hogy ez egy Bescheidenheit. Mach weiter. Ich habe eine Geschichte von Alexander den Großen. Egy történetet olvastam Nagy Sándorról. Er war ein mächtiger Eroberer und Herrscher. Egy Nagy Sándor egy nagyon híres és nagyon nagy hadvezér volt. Und lebte 300 vor Christus. És Krisztus előtt 300-ban élt. Er eroberte die gesamte damalige bekannte Welt. Az akkori ismert világot elfoglalta. Aber er war nicht nur ein großer Eroberer, sondern auch ein barmherziger Herrscher. De nem csak egy nagy hadvezér volt, hanem egy szeretetteljes ember is. Egy irgalmas hadvezér. Und jedes Jahr feierte er den Tag der Barmherzigkeit. És minden egyes évben az irgalmasságnak a napját ünnepelte. Er wählte einige Bürger seines Reiches aus. Kiválasztotta az országának egy, kiválasztott egy pár polgárt az országából. Und sie durften mit besonderen Bitten zu ihm kommen. És ezek a az ország lakói egy különleges kéréssel jöhettek hozzá. Sie durften alles von ihm erbitten und er würde es gewähren. És ezek a lakók mindent kérhettek tőle, és ő azt teljesíteni akarta. Die meisten, die zu ihm kamen, wählten Nahrung, Geld für Medizin oder Kleidung. A legtöbben, akik hozzájöttek, élelmet kértek, orvosságot vagy pénzt. Doch da war ein Mann, der traute sich, um mehr zu bitten. De ott volt egy ember, aki mert többet kérni. Er teilte dem Sprecher des Königs mit. És ő a király szószólójának a következőket mondta. Richte bitte dem König aus, dass ich mir ein Palast wünsche. Mondd meg a királynak, hogy egy palotát kívánok. Und dann auch noch. És akkor. Der Beamte, der Sprecher, unterbrach ihn verärgert. És akkor a király szóvivője elég durcásan, haragosan közbeszólította, közbevágott a szavába. Was für eine Anmaßung, für eine Frechheit. Mit kérsz te itt? Milyen kérésed van neked? Siehst du nicht, dass alle sich Nahrung oder Medizin wünschen? Nem látod, hogy mindenki orvosságot vagy élelmet kér? Wie kannst du es wagen, den König um einen Palast zu bitten? Hogy merészelsz egy palotát kérni a királytól? Doch der Mann, der ließ sich nicht beirren. De az ember nem hagyta magát. Er sagte, ich möchte einen Palast haben und dazu, da drin muss ein Festsaal sein. Egy palotát kívánok, és a palotában kell legyen egy óriási terem, ahol lehet ünnepelni. Ich habe viele Freunde und möchte große Feste feiern. Nekem sok barátom van, és ott szeretnék nagy ünnepeket végbe vinni. Und ich brauche einen großen Tisch, festlich gedeckt mit schönen Speisen. És szükségem van egy nagy asztalra, amit megterítenek a legfinomabb ételekkel. Der Sprecher war außer sich vor Wut. És a szóvivő nagyon ideges lett, nagyon mérges lett. Und er sagte, das werde ich ganz sicher nicht dem König sagen. És azt mondta, hogy ezt a kívánságot biztos nem fogom a királynak tolmácsolni. Es ist das Unerhörteste, was ich je gehört habe. Ez az egyik ez egy olyan kívánság, amit még nem hallottam. König Alexander hörte die Aufregung. Nagy Sándor hallotta azt a beszélgetést, hallotta, hogy ott, hogy valahogy hangoskodnak egymással. Und fragte, was will der Mann? És kérdezte, mit akar ez az ember? Der Sprecher, peinlich berührt, flüsterte es ganz leise dem König ins Ohr, damit es auch kein anderer hören kann. És a szóvivő nagyon csendesen, suttogva mondta a király fülébe ennek az embernek a kívánságát, hogy senki ne hallja. Er erzählte dem König, was der Mann sich wünschte. És elmondta a királynak, hogy mi volt a vágya. Also, dass ein unvernünftiger Mann war. Hogy ez az embernek nem voltak jó vágyai, nem voltak jó kívánságai. Und eine törichte Bitte. Und dass er darauf aber trotzdem bestünde. De minden áron akarja ezt a kívánságát valóra váltani. Der König hielt kurz inne und drehte sich dann zu dem Bittsteller, zu dem Mann. A király megállt és odafordult ahhoz az emberhez, aki ezt a kérést intézte hozzá. Er sagte, deine Bitte ist stattgegeben. És azt mondta, a kérésedet teljesítem.
Der Sprecher war völlig schockiert und fragte den König, wie das sein kann. És a szóvivő nem értette a világot, és kérdezte a királytól, hogy lehetséges az ilyesmi. Und der König sagte, weißt du, all diese Leute wünschen sich Dinge wie Nahrung, Kleidung oder Medizin. És a király azt mondta a szóvivőjének, tudod, a legtöbb ember élelmet kér, pénzt, orvosságot. Alltägliche Dinge. Mindennapi dolgokat. Sie denken, das ist das Einzige, was ich ihnen zu bieten habe. Ők azt gondolják, hogy ez az egyedüli dolog, amit én nekik adhatok. Aber für solche Dinge brauchen sie keinen König. De ilyen dolgokra nincs is szükségük egy királyra. Jeder, der reich genug ist, könnte ihnen das kaufen. Mindenki, aki elég gazdag, tudna nekik ilyesmit vásárolni. Aber dieser Mann. De ez az ember. Dieser Mann. Ez az ember. Erste. Ez az első. Bei dem ich mich wirklich als König fühle, der ich auch bin. Az az első ember, akinél mint király érzem magam. Denn nur ich kann solch eine Bitte erfüllen. Mert tényleg csak én, mint király, tudom ezt a kívánságot teljesíteni. Gott möchte, dass wir geistliche Riesen sind, die alles von ihm erwarten. Isten azt szeretné, hogy lelki óriások legyünk, hogy nagyot várjunk el tőle. Lasst uns zusammen Epheser 3, Vers 20 und 21 lesen. Olvassuk el együtt, olvassuk el együtt az Efézusi levélből, a harmadik fejezetből, a 20 és 21. verseket. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Und noch ein Text in Jesaja 55, Vers 8 und 9. És még egy bibliavers, Ézsaiás könyvének 55. fejezetéből, olvassuk a 8 és 9. verseket. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. Manches, was hier auf der Erde geschieht, können wir einfach nicht nachvollziehen. Bizonyos dolgok, amik itt történnek a Földön, nem tudjuk megérteni. Es übersteigt unsere Gedanken. Az értelmünket felülhaladja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott vertrauen und davon überzeugt sind, dass seine Pläne gute Pläne sind. Én hiszem, hogy fontos, hogy higgyünk Istenben, és hogy higgyük azt, hogy az ő tervei velünk jók tervek. Wir sind seine Kinder und gyerekei vagyunk. Und er liebt uns. És szeret minket. Also sollten wir ihm auch vertrauen. Tehát higgyünk benne, higgyünk neki. Und ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn nicht alles so geschieht, wie wir uns das wünschen. És hiszem, hogy néha jó, hogy nem minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk. Auf der neuen Erde werden wir die Gelegenheit haben. Az új földön meg lesz a lehetőségünk. Und Gott fragen können, warum manches so geschehen ist. Megkérdezni az Istent, hogy miért történtek a földön bizonyos dolgok, ahogy történtek. Und ich bin mir sicher, dass wir manches mal denken werden. És én hiszem, hogy sokszor gondolni fogjuk azt. Zum Glück ist es nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hatte. Szerencsére nem úgy történt, ahogy én akartam, ahogy én képzeltem el. Ich habe ein Ellen White-Zitat für euch. Találtam Ellen White-nál egy idézetet. Wir haben zu wenig Glauben. Túl kicsi a hitünk, írja Ellen White. Wir begrenzen den Heiligen Israels. Izrael szentjét megpróbáljuk korlátozni. Wir sollten dankbar sein, dass Gott sich dazu herablässt und als seine Werkzeuge uns als seine Werkzeuge zu gebrauchen. Legyünk hálásak azért, hogy a magasságos Isten lehajol hozzánk és minket, mint eszközöket használhat. Auf jedes ernsthafte Gebet hin, das im Glauben für irgendetwas gesprochen wird, folgt eine Reaktion. Minden egyes komoly őszinte imára egy válasz fog jönni. Sie kommt vielleicht nicht so, wie wir sie erwartet haben. De az ima lehet, hogy nem úgy jön, pont úgy, ahogy mi azt elvártuk volna. Aber sie kommt. De jönni fog. Vielleicht nicht gerade dann, wann wir es wollen. Lehet, hogy nem épp akkor, amikor mi azt akartuk volna. Aber genau in dem Moment, in dem wir sie am meisten brauchen. De pont abban a percben, amikor a leginkább szükségünk lett volna rá, vagy lesz rá.
Sind wir als Gemeinde Gottes schon mit kleinen Dingen zufrieden? Mi, mint gyülekezet, elégedettek vagyunk kis dolgokkal? Sind wir überhaupt in der Lage, große Dinge zu erhalten? Egyáltalán képesek vagyunk nagy dolgokat elfogadni? In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 heißt es, János apostol első levelében, és ott az 5. fejezetben a következőket olvassuk. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. János apostol első levelének 5. fejezetéből olvasom a 14-15. Verset, és ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Hier steht der entscheidende Schlüssel. Itt van a kulcsa a sikernek. Seinem Willen entsprechend. Az ő akarata szerint. Damit wir Gottes Willen kennen, müssen wir ihm vertrauen und ihn kennenlernen. És hogy Isten akaratát ismerjük, ahhoz kell bízzunk benne. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Időt kell vele töltsünk. Letztendlich ist es wie in einer Beziehung hier auf der Erde. Végső soron ez olyan, mint egy kapcsolatban itt a Földön. Wenn wir wissen wollen, wie der andere tickt, wie seine Gedanken, seine Wünsche sind. Hogyha tudni szeretnénk, hogy a másik a társunk, hogy gondolkozik, milyen gondolatai vannak. Wollen und müssen wir Interesse zeigen und Zeit mit ihm verbringen. Akkor időt kell vele töltsünk. Eine gute Bekanntschaft kann man nicht zwischendurch machen. Egy jó ismerettséget nem lehet csak úgy két szék közt a pad alatt megteremteni. Und seine Gaben empfängt man nicht im oberflächlichen, flüchtigen Vorbeigehen. Weiter. Es ist ein ausdauernder Gebetsmarathon. Sokszor egy imamaratonra van szükségünk. Statt ein impulsiver Gebetssprint. Inkább egy imamaratonra, mint egy imasprintre. Ich glaube, dass das einmalige kurze Gebet uns auf lange Sicht nicht weiterhelfen wird. Én meg vagyok győződve arról, hogy rövid imák nem segítenek minket hosszú távon. Wir sollten beten bis. Imádkozzunk amíg. Bis wir eine Antwort haben. Amíg imáink meg lesznek válaszolva. Bis wir uns verändert haben. Amíg meg leszünk változva. Bis wir den Willen Gottes gesehen haben. Amíg az Isten akaratát megismerjük. In unserem Gebet sollten wir nicht nachlässig werden. És ne lankadjunk el az imáinkban. Es sollte ernsthaft sein. Legyenek őszinte imák. Denn damit zeigen wir Gott die Wichtigkeit der Sache. Mert azzal megmutatjuk Istennek, hogy mennyire fontos számunkra a kért dolog. Und wir selbst verändern uns dabei, wenn wir beten. És amikor imádkozunk, mi saját magunk is megváltozunk. Wir unterstellen unseren Willen dem Willen Gottes. A mi akaratunkat alárendeljük Isten akaratának. Und somit können wir seine Führung dann auch besser akzeptieren. És így az ő vezetését is az életünkben jobban elfogadhatjuk. Durch das Gebet schenkt er uns Frieden. Az ima által békességet ad a szívünkben. Er schenkt uns Weisheit und Geduld. Értelmet és bölcsességet ad nekünk, és türelmet. Und es hilft uns, den anderen wichtiger zu nehmen als uns selbst. És segít nekünk abban, hogy a másikat nagyobbra értékeljük, mint saját magunkat. Und vielleicht lässt es uns auch Wunder erleben. És lehetséges, hogy csodákat is átélünk. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir, wenn wir etwas erbeten, gerne selber schon anpacken würden. Én hiszem, hogy sokszor az életünkben úgy van, hogyha valamiért imádkozunk, az imának a beteljesedéséért azonnal el szeretnénk kezdeni dolgozni, munkálkodni, valamit tenni azért. Wir haben schon eine gute Idee, wie die Lösung aussehen könnte. És már van is egy jó ötletünk, hogy az imánknak hallgatása hogy lehetne a legjobban meghallgatva, elrendezve. Und es kostet Mut, auf Gottes Antwort zu warten. És igen, bátorságra van szükségünk, hogy várjunk Istennek a válaszára. Wir sehen es an Saul, der eigenmächtig opferte. Ezt látjuk Saul esetén, aki önkényesen áldozatot hozott. Er sollte warten, bis Samuel zu ihm nach Gilgal kam. Saulnak várnia kellett volna, amíg Samuel Gilgalban jön.
die Philister kurz davor, sie anzugreifen, und die eigenen Leute, die schon am Wegrennen waren. Eine furchtbare Situation. Es kellett volna megvárni azt a helyzetet, mivel a filiszteusok épp ott voltak, hogy megtámadják Sault. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. És tudjátok, hogy a történet hogy fejeződött be? Es geht um Gottes Willen. Isten akaratáról van szó. Und nicht um meine Wunscherfüllung. És nem az én vágyaim teljesítéséről. Und ich glaube trotzdem, dass Gott sich für unsere kleinsten Wünsche interessiert. És én hiszem azt is, hogy az Isten a mi legkisebb kérésünk iránt is érdeklődik. Doch er überblickt das große Ganze, wo ich nur bis zur nächsten Straßenecke schauen kann. De ő átlátja az egész életünket, átlátja a nagy dolgokat az életünkben, ott, ahol mi esetleg csak a következő utcasarokig látunk. Gott ruft uns auf, uns selbst zurückzustellen. Isten felhív minket, hogy a mi vágyainkat helyezzük egy kicsit hátrébb. Er möchte, dass wir um den Heiligen Geist bitten, damit wir ihn wirklich kennenlernen können. Ő azt szeretné, hogy őszintén kérjük a Szent Lelket az életünkbe. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir ihn lieben. És minél jobban megismerjük az Istent a Szent Lelken keresztül, annál jobban meg fogjuk az Istent szeretni. Und je mehr wir ihn lieben, desto mehr werden wir ihm vertrauen und auch seinen Wegen. És minél inkább megszeretjük az Istent, annál inkább bízni fogunk az ő útjaiban és az ő terveiben. Dazu habe ich noch ein schönes Zitat von Ellen White gefunden. Találtam még egy szép idézetet Ellen White-tól ezzel kapcsolatban. Grenzenlos ist jemandes Brauchbarkeit, wenn er sich sein Ich, seines Ich entmachtet, seinen Heiligen Geist auf sein Herz wirken lässt und ein völlig gottgeweihtes Leben führt. Határtalan annak az embernek a használatossága, aki az egész életét teljesen, teljes szívéből az Istenre bízza. Ich möchte euch nun noch ein erneutes Wunder erzählen, was nicht aus der Bibel ist. Egy csodát szeretnék nektek elmesélni, amit nem a Bibliában találunk. Es ist von einem Bruder ganz in der Nähe von unserer Gemeinde, in der ich gehe. Egy testvérrel történt egy gyülekezetben, egy nagyon közeli gyülekezetben, ahova én járok imaházba. Ich soll euch lieb grüßen von ihm. Szeretettel üdvözöljelek tőle titeket. Er freut sich, dass ich Gottes Wunder hier erzählen darf. És ő örvend, hogy az ő csodáját most elmondhatom itt nektek. Am 17.12.2021 erkrankte er an Corona. December 17-én 2021-ben megbetegedett a koronabetegségben. Schon zwei Tage später ging es ihm sehr schlecht. Két napra rá nagyon rosszul lett. Und am 23.12. entschlossen sie ihn dann ins Krankenhaus zu bringen. És 23-án, tehát rá hat napra eldöntötték, hogy ezt a testvért beviszik a kórházba. Da hatte er schon eine sehr schlechte Sauerstoffsättigung. Az oxigénszaturációja nagyon alacsony volt, nagyon rossz volt. Und seine Werte wurden von Stunde zu Stunde immer schlechter. És az analízisei óráról órára mi rosszabbak, rosszabbak lettek. Am 31.12. wurde er dann ins Koma versetzt. December 31-én kómába helyezték. Denn er hatte kaum noch eine Überlebenschance. Mert az orvosok azt mondták, hogy nem tudja ezt a betegséget túlélni. Der Virus hatte bis dahin seine Lunge schon nahezu komplett zerstört. A vírus majdnem teljesében tönkretette a tüdejét. Auf dem Röntgenbild war fast keine Lunge mehr zu sehen. A röntgenképen majdnem nem lehetett már látni a tüdőt. Am 6.1. január 6-án haben die Ärzte dann die Eltern und seine Frau zum Verabschieden ins Krankenhaus gerufen. Január 6-án az orvosok felhívták ennek az embernek a szüleit és a feleségét és a gyerekeit, hogy jöjjenek elbúcsúzni tőle. Denn es hätte am nächsten Morgen schon vorbei sein können. Mert másnap az életének vége kellett volna, hogy legyen. Azt prognosztikálták az orvosok. Die Ärzte sagten selber, dass der Körper mehr tot als lebendig war und sie überhaupt nicht verstünden, wie überhaupt das Gehirn noch funktionieren konnte. Az orvosok azt mondták, hogy ez az ember inkább halott volt, mint élő, és nem is értették, hogy tudtak bizonyos dolgok a szervezetében még működni. So knieten seine Familie im Beisein der Ärzte vor an seinem Bett nieder. És mikor a családja megérkezett, az orvosok előtt letérdeltek ott a kórteremben. Und sie baten, den Willen Gottes zu verstehen und wenn es sein Wille ist, ein Wunder geschehen zu lassen. És arra kérték az Istent, hogy az Isten értesse meg velük az ő akaratát, és hogyha az ő akarata szerint
jó lenne, akkor tegyen egy csodát az Isten. Eigentlich wollten an diesem Abend nach dem Besuch der Familie die Ärzte die Geräte abstellen. Azon az estén az orvosok a műszereket le akarták kapcsolni. Doch nach dem Gebet haben sie noch bis zum nächsten Morgen gewartet. De az ima után úgy döntöttek, hogy várnak a következő napig. Die Werte wurden tatsächlich nicht schlechter, sondern stagnierten. Sie blieben gleich. Az értékek nem rosszabbodtak, hanem stabilan maradtak. So warteten sie noch bis Ende Januar, bis sie ihn dann versuchten aus dem Koma zu holen. És így az orvosok egyik napról a másikra vártak egészen január végéig, amíg megpróbálták ezt a testvért a kómából újra felébreszteni. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelang, war sehr klein, doch sie hatten eh nichts zu verlieren. Hogy sikerül ezt az embert a kómából újra felébreszteni, a valószínűség nagyon csekély volt. De ja. Azt mondták, hogy nincs mit elveszíteni. Medizinisch gesehen dauert es sehr lange nach so einer langen Zeit im Koma, bis der Patient wieder normal eigenständig atmen kann. Orvosi szempontból nagyon sokáig tartana az idő, amikor egy páciens saját maga tudna újra lélegezni, hogyha olyan sok ideig volt kómában. Vor allem, weil Pavla eine zerstörte Lunge hatte. Főleg azért, mert ennek a testvérnek, akit Pavelnek hívnak, a tüdeje teljesen szét volt, roncsolva. Bei Pavle dauerte es genau 2 Tage. Pavelnál 2 nap. Er brauchte nicht mal mehr eine Sauerstoffzufuhr. Rá, 2 napra rá, még oxigénmaszkra se volt szüksége. So schickten sie ihn in die Reha. És így elküldték a rehabilitációs centrumba. Laut der Reha-Klinik sollte die bei seinem Zustand viele Monate dauern. Amikor megérkezett a rehabilitációs centrumban, az orvosok azt mondták, hogy több hónap rehabilitációra lesz szüksége. Und sie wussten nicht, ob er dann, in welchem Zustand er das Krankenhaus verlässt, vielleicht auch nur mit Rollstuhl. És az orvosok nem tudták, hogy a rehabilitációs centrumból hogy fogja elhagyni ezt az intézetet. Úgy gondolták, hogy lehet, hogy tolószékben fog kelleni, majd kimenjen. Pavle ist nach 7 Wochen eigenständig auf seinen 2 Beinen nach Hause gelaufen. Pavel 7 hétre rá a 2 saját lábán ment ki ebből az intézetből, a rehabilitációs intézetből. Was für ein Wunder. Mekkora csoda. Ich habe noch eine ganz kurze andere Situation, gerade die jetzt vor kurzem passiert ist. Van még egy másik kis tapasztalatom, ami épp most történt az elmúlt napokban. Das passierte in Namibia. Namibiában történt. Und das vor nur 2 Wochen. 2 héttel ezelőtt. Der Prediger Andrew van Roy ist bei Arbeiten auf dem Dach gefallen und direkt auf seinen Kopf gestürzt. Egy lelkész, akinek a neve Andrew van Roy, 2 héttel ezelőtt a tetőről leesett, tehát fejre esett. Er hatte schwere Kopfverletzungen, hatte Blutungen und eine schwere Gehirnschwellung. Tehát nagyon megütötte a fejét, és bizonyos dolgok meg voltak dagadva. Und so wurde auch er ins Koma versetzt. És ő is emiatt az ütés miatt kómába lett helyezve. Die Ärzte hatten eigentlich gar keine Hoffnung. És az orvosok feladtak minden reményt. Eine große Zahl an Freunden und Christen betete für ihn. De egy nagy, de sok ember, sok barát és sok keresztény testvér elkezdett ezért az emberért imádkozni. Und so ist er nach ein paar wenigen Tagen aus dem Koma aufgewacht und konnte schon auf kleine Signale reagieren. Egy pár napra rá, az imák után, ez a lelkész felkelt a kómából, kijött a kómából, és bizonyos impulzusokra tudott reagálni is. Letzten Dienstag lief er schon ein wenig. Az elmúlt kedden tudott már egy kicsit sétálni. Auch hier sprechen die Ärzte von einem Wunder. Itt is az orvosok egy csodáról beszélnek. Sie sagen, bei diesen schweren Kopfverletzungen hätte er sterben müssen. Itt is azt mondják az orvosok, hogy ezeknél a nehéz sérüléseknél nem láttak sok esélyt neki. Wunder gibt es nicht nur vor 6000, 4000 oder 2000 Jahren, sie gibt es auch noch heute. Csodák nem csak 6000 évvel ezelőtt történtek, hanem ma is léteznek. Lasst uns nicht auf uns oder auf unsere Probleme nur schauen. Gyertek, ne saját magunkra, ne a mi problémáinkra tekintsünk. Lasst uns allein auf Jesus schauen. Gyertek, tekintsünk Jézusra. Und die Apostelgeschichte mit all ihren Wundern kann mit unserem Leben weitergehen. És az apostolok cselekedetei a sok csodával folytathatják a sok csodát a mi életünkben is.
wenn wir den Willen Gottes kennenlernen. Hogyha Istennek az akaratát az életünkbe felismerjük. Durch Gebet, eine persönliche Beziehung zu ihm und dem Wort Gottes. Ima által, időtöltés által. Dann können wir auch Gebete wie wahre Glaubensriesen sprechen. Akkor mi is imákat mondhatnánk, mint igazi lelki hősök és óriások. Zum Abschluss nochmal zu dem Mädchen vom Anfang zurück. Végezetül hadd meséljem el nektek a kislánynak, akinek a prédikációm első részében elkezdtem a történetét, hadd fejezzem be. Dieses siebenjährige Mädchen ist unsere Tochter Hanna gewesen. Ez a 7 éves kislány, a mi kislányunk Hanna volt. Es war eine schwere Zeit, die wir dadurch lebt haben. Egy nagyon nehéz idő volt számunkra. Doch wie ihr seht, sie ist gesund. Ahogy látjátok, itt van és egészséges. Und ich möchte Gott die Ehre dafür geben. És Istennek akarom adni a hálát és dicséretet ezért. Einen Tag, nachdem wir aus dem Krankenhaus kamen, hat ein lieber Freund und Pastor gefragt, ob wir mit ihr eine Krankensalbung machen wollen. Egy nappal miután kijöttünk a kórházból, egy kedves barács és egy lelki pastor megkérdezett minket, ha nem szeretnénk-e olajjal megkenni a kislányt. Wir sprachen ein ernsthaftes Gebet voller Glauben. És a család igent mondott, és egy komoly odaszentelődési imát mondtak el. Und wir waren alle bereit, seinen Willen anzunehmen, egal wie es ausgeht. És mi mint család készek voltunk elfogadni Istennek a tervét, úgy, ahogy azt ő jónak láttam. Am nächsten Tag fing an, ihr Mundwinkel wieder hochzugehen. Az ima után, másnap, az arca egy kicsit elkezdett megmozdulni. Und eine Woche später war ihr Gesicht wieder gesund. És rá egy hétre az arca teljesen meg volt gyógyulva. Wir haben einen Gott der Möglichkeiten. Nekünk egy Istenünk van, akit a lehetőségek Istenének nevezhetünk. Und Gott möchte, dass wir Gebete wie Glaubensriesen sprechen. És Istennek a szándéka az, hogy imákat, mint lelki óriások mondjunk. Also nochmal die Frage, wollt ihr Riesen oder Zwerge sein? Még egyszer a kérdés, törpék vagy óriások szeretnétek lenni? Amen. Amen. Meg. Nagy
ott látlak én a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én teljesen megbízzak, bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek ott, hogy benned teljesen megbízzak, bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat szombat végén, és jó, hogy láthatlak benneteket. Köszönjük a szolgálatokat, kedves fiatalok. Engedjétek meg, hogy nevetekben mondjak köszönetet a mai szolgálattevőknek. Zsolt, köszönjük, hogy eljöttél a testvérekkel, és hogy itt vagy velünk a mai alkalommal. És megkérlek, hogy a következő szavakat akkor fordítsd a kedves testvéreknek is, jó? István ist der Pastor der Gemeinde hier in Klausenburg und er möchte auch ein paar Worte zu euch sagen und hat mich gebeten hier ein bisschen das zu übersetzen. Köszönöm szépen, kedves Vicky, hogy itt vagy, hogy szolgáltál. Liebe Vicky, vielen Dank dir, dass du hier warst und hier gedient hast. Remélem, hogy jól érezted magad itt a közösségünkben. Ich hoffe, dass du dich hier wohlgefühlt hast hier in unserer Gemeinde. Hasonlóan, kedves Clemens, köszönjük a szolgálatodat, az ittlétedet. Lieber Clemens, auch dir möchten wir dir danken, dass du da warst und dass du gedient hast. Ugye a gyerekeknek is örülünk, hogy itt vannak. Auch den kleinen süßen Kindern wollen wir danken, wir freuen, dass ihr auch da seid. És reméljük, hogy jól érzitek magatokat itt Kolozsváron. Und wir hoffen, dass ihr euch hier in Klausenburg wohlfühlt. A jó Isten áldjon meg benneteket. Gott segne euch. Mindannyiatokat. Euch alle. Hadd tegyek egy néhány megjegyzést vagy hozzáfűzést Nimroddal egyeztetve a délelőtti kijelentésekhez, és megkérlek, hogy fogadjátok ezt is szeretettel és nyitott szívvel. A holnapi könyvosztási akcióra, melyre remélem, hogy nagyon sokan gondoltatok, hogy itt lesztek, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok emberre van szüksége, rátok is, és még rajtatok kívül nagyon sok más emberre. Arra hívlak, hogy hozzatok magatokkal egy hátizsákot is, legyen, amiben a könyveket belehelyezni, egy szendvicset esetleg, mert a nap az valószínű, hogy hosszú lesz, és egy kis víz is jól jöhet, és még egyszer arra kérlek, hogy ezt a különleges projektet vegyük különleges módon, tehát nem egy mindennapi, ez egy nagyon ritkán történő projekt, és én remélem, hogy minél többen, aki csak él és mozog, az részt fog venni ezen az akción, úgyhogy szeretettel várunk már holnaptól. Igen, ha meghívókat, ha még van belőlük, nem tudom, hogyha maradt-e még,
akkor bátorítalak, hogy vegyük át, és vigyük el kedves barátainknak. Szombat este fogunk kezdeni az evangelizációs sorozattal. Eltérően az eredeti tervtől egynapos módosítás történt, úgyhogy a következő szombat este kerül sor majd a sorozat kezdésére. Hát mindenki egy embert, jó? Tehát mindenki legalább egy embert hozzon erre a sorozatra, és akkor már elérjük a célját. És gondolom be volt jelentve, hogy a következő szombat déli alkalom, egy különleges alkalom, közös ebéd. És azt követően közös munka, úgyhogy mindannyiótoknak szívére szeretném helyezni a Jóisten kegyelme által ezeket a szolgálatokat. Fel lehet még iratkozni a megnyitott listákra is, különböző szolgálatokkal. Gyertek, tegyünk, legyünk többen többet, együtt jóban, talán régebb hallottuk még ezt a felhívást. Hát most tényleg, hogy így legyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Befejezéshez keressük meg a 219-es számú éneket. A diakonusokat megkérem, hogy gyűjtsék össze az adományokat. Az ének és ima után helyet foglalunk. 219. Helyet foglalunk, meghallgatunk egy kórus számot, utána pedig egy csendes ima és az igeolvasás után távozunk.
Unser großer und allmächtiger Gott. Mennye Istenünk. Unser Herr, der ein Herr der Möglichkeiten ist. Istenünk, aki a lehetőségek Istene vagy. Hab Dank, dass nicht nur damals Wunder waren, möglich waren, sondern auch heute es noch ist. Köszönjük neked, hogy nem csak a múltban láthattunk csodákat, hanem ma is. Herr, du freust dich darüber, wenn wir dich als König behandeln. Te örvendsz annak, hogyha téged mint királyt kezelünk. Dem wir alles zutrauen. Hogyha mindent rád bízunk. Du möchtest, dass wir Gebete wie Riesen sprechen. Te örvendsz annak, hogyha az imáinkat mint óriások mondjuk el. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns den Mut und das Vertrauen darin schenkst. És arra szeretnénk kérni, hogy segíts meg minket, hogy bízni tudjunk benne teljesen. Herr, schenke uns doch die Sehnsucht danach, dich besser kennenzulernen und deinen Willen besser kennenzulernen. Kérlek, add azt a vágyat, azt a fohászt az életünkben, hogy téged jobban, minden nap jobban és jobban megismerjünk. Denn nur so können wir deine Pläne verstehen, Herr. Mert csak úgy tudjuk a te terveidet megérteni. Und so wie wir es in Jeremia 32 Vers 17 gelesen haben. És úgy, ahogy Jeremiás 32:17-ben olvastuk. Nichts ist dir unmöglich. Tudjuk azt, hogy nálad semmi sem lehetetlen. Lass uns jeden Tag dieser Woche daran glauben, Herr. Segíts meg, hogy a hét minden egyes napján higgyünk ebben. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Jézus nevében kértelek. Amen. Olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 73. Zsoltárból, 23. verstől kezdődően. De én mindenkor veled vagyok,
Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy. Ó Isten, mindörökké. Amen.